Szavaztok! Jó babfőzeléket akartok enni? Zsírban pirítsatok hozzá szalonnát. Finom jófélét. Kaptam ilyen kis jó füstölt szalonnát, kicsit húsos is. Azt jól megpirítom. Kisütöm a zsírját, és a szalonnát szépen kimerem belőle, a zsírja bennmarad, a zsírjában a hagymákat meg fogom pirítani, és hozzá fogom adni a babot, és főzni fogom. Közben fölvágtuk a hagymát, előre ugye kiszedtük a szalonna darabkákat. A zsíron, illetve a kisült zsírjába megtörköljük a kettőfej hagymánkat. Közben a paracsicsomot is felszeltük. És majd közben fokhagymát is föl fogjuk aprítani. Ezt félrehúzom, és megmutatom nektek. Közben készülődik, látjátok? Itt sül benne a finom hajnal lecsókolbászom. Ez is belevaló a nagyon finom babfőzelékhez. Mindjárt meg is forgatom. Na, húzzuk csak vissza. És mindjárt folytatom. Na, egy jó sült kolbásznak így kell kinézni. Három személyre, tepsivel. Közben beleraktuk a paradicsomot a hagyma mellé, és dolgozunk vele tovább. Összerek körülbelül 3 gerec fokhagymát, az is megy bele. Na, akkor benne a 2 hatalmas fej hagyma, benn van a 2 nagy darab paradicsom, benn van a 4 gerec fokhagyma. Nagyon, amikor megpirítottam, nagyon jó, egy kicsit ezzel a krumpli nyomóval egy kicsit, úgymond, megaprítod, és ilyen kis pépesek állagot kap. Tehát nem ajánlom ezt a turmixot, inkább egy kicsit így, és már így kész is. Ugye visszapirul. Mehet bele hozzá a szalonna. És lassan mehet bele a nagyon sok órát ázott babunk. Tehát nem csak egész éjjel óta ázott, hanem már tegnap délután óta. Mit tudom én, 16 órája. Ennek a fajtának kell is. Most mennek bele a fűszerek. Benn van már a szalonnánk is, kapunk bele egy kis sót, borsot, küllint, babérlevelet, aki akar egy kis majoránnát is akad vele, egy kis piros paprikát, még jobb színe legyen. Tarka baba úgyis beszínezi. Látjátok. Ilyen lesz, milyen jó állaga van, és akkor megy bele a fűszer. Tánna.
rakunk bele vizet, berakjuk a babot és főzzük. Na, fölengedtük vízzel, beleraktuk a babot, látjátok, már forr is, benne vannak a hozzávalók, de természetesen közben majd ellől, hogy még milyen fűszert tegyünk hozzá. De ez rá is ér, mert a babnak biztos kell egy óra. Na most, még azt lehet eldönteni, hogy milyen főzeléket is szeretnénk csinálni. Ma én nem habarással fogom csinálni, tehát nem tejfölt és lisztet keverünk ki, hanem rántással. Berántom ezt a babfőzeléket, megkapja a sűrű állagot, de ehhez még idő kell. Közben a konyhába is elmosogattunk, felesleges edények már nincsenek sehol. Úgyhogy várjuk, hogy elkészüljön. Na, letelt az óra. Bab is megpuhult. Megcsináljuk hozzá ezt a rántást. Ez az. És hozzáadjuk a készítendő babfőzelékünkhöz. Ezzel a rántással fogjuk most besülíteni. Ez már kész is. Ennyi. Na. Hozzá is adtuk rántást, most így félrehúztam, és elkészült a finom babfőzelékünk. Az előbb adtam hozzá még egy csipet sót, és ízlés szerint egy nagyon picike ecetet is hozzá lehet adni. Tehát tényleg csak egy iszonyít, egy mokkás kanálnyi ecetet. Látsátok az állaga milyen. Most ebből a serpenyőből még a maradékot ki fogom szedni, és hozzá fogom keverni. Vissza fogom húzni a lángra. Mint mondtam, múltkor én ezzel szeretem sűríteni, rántással vagy habarással, nem pedig ezekkel a dobozos sűrítményekkel, amik ugye lehet venni Tesco-ba. Ezzel azzal én a hagyományos módszerrel csinálom. Ugye ez nem fog visszahigyulni. Nagyon jó. És mindjárt kész is. Kolbász bent figyel a sütőbe. Még meleg, megmutatom még egyszer világosba is. Mert egyet a lányom megevett, neki menni kellett gyakorlatra. Úgyhogy ő amúgy se szereti annyira a babfőzeléket. Nekünk ez a két kolbász elég lesz hozzá. Úgyhogy mindenkinek jó étvágyat kívánok. Na, el is készült a végeredmény, a szalonnás, sült kolbászos, finom magyaros babfőzelék. Az íze fenomenális, lehet, hogy eddig ilyen finomra még nem is sikerült. Az állaga tökéletes, rántással csináltam, a sült kolbászt, azt a
sütőben sütöttem meg külön, és így belehelyezve szerintem a leggusztusosabb. Jó étvágyat kívánok nektek! Megkóstolom. De akár az isteni lett. Szárbusztok!